Na, jó estét kívánok mindenkinek! Az az igazság, hogy nem ismerünk lehetetlen. Próbáltuk elkészíteni hamarabb ezt a felvételt, mert nagyon fontos vendégünk van, és vele kellett ma este találkozzak, de hát a sors úgy hozta, hogy nem úsztam meg, hogy ne élő legyen, és ilyen tekintetben hát itt vagyunk most Madarason, és köszönöm szépen a házigazdánknak a helyet. Nagyon szép helységben vagyok, és hiszem azt, hogy bármilyen nehézség is van, azokat mindig le tudjuk küzdeni, még akkor is, hogyha úgy tűnik sokszor, hogy lehetetlen dolgokat nem tudunk megoldani, de még nem volt eddig olyan, hál' Istennek. A heti értékelőt követhetik önök, amit szókimondóan mutatok be, és az a kérésem, hogy már most, hogyha tehetik, osszák meg ezt a videót, hogy minél többekhez érjen el. Azért érjen el minél többekhez, mert bízom benne egyrészt, hogy van sok olyan hasznos információ, amely segíthet, ha nem is önnek, de hozzátartozónak, rokonnak, ismerősnek, komának, munkatársnak. Másrészt meg hiszem azt, hogy a dolgokat, hogyha kibeszéljük, ha megbeszéljük, akkor lehet önök is többet fognak látni benne, több lehetőséget, több mindenre kaphatnak megoldást, és ne talán jobban fogják látni azt a világot, amiben mozgunk. Sajnos azon kevés politikusok egyike vagyok, aki eléggé mélységesen beszokta mutatni a problémákat. Nyugodtan lehet mozogni. Gyertya, amit csináltam, hogy itt, tehát közben még lesz élet, tehát azért ne lepődjenek meg, és lesz beszélgetés, lesz zaj. Tehát azon a politikusok közé tartozok, aki hisz abban, hogy önöknek van joguk ahhoz, hogy betekintést nyerjenek. Van joguk ahhoz, hogy lássák, mi van egy döntés mögött, és ahhoz is van joguk, hogy tudják, hogy mi, miért és hogyan történik. Na, de mindig a szombatestéket azzal szoktam kezdeni, hogy a Hargita megyei helyzetről néhány szót mondjak a vírus tekintetében. Sajnos az este, az éjjel, tennap volt egy halálesetünk, de van 6 új pozitív eset, ellenben 9-en meggyógyultak. Illetve van plusz 2, ami Sepsiszentgyörgyi labor szerint pozitív, de azt még én nem kezelném annyira komolyan. Eddig Hargita megyében 697 vírusos pozitív teszteredmény van, 27-en sajnos meghaltak, nagyon sok a szám. És ebben a pillanatban a otthoni elkülönésben vannak 10-en, és 51-en vannak intézményes elkülönítésben. Úgyhogy ezek nagyjából a helyzetek. Még amit elmondanék, a kórházainkban 36-on vannak a Csiki kórházban, 9-en az Udvarhelyiben és 6-on a Gyergyóiban. Tehát van, úgymond, tehát van, aki vállalta a Gyergyói kórházban való beutalást is, és gratulálok az ottani csapatnak, illetve gratulálok mind 3 kórház munkaközösségének, hogy végzik becsülettel és tisztességgel a munkájukat. A vírus tekintetében azt el szeretném mondani, hogy mindenféleképpen én annak arra hívnám fel a figyelmet, hogy továbbra is ennek van egy veszélye. Még akkor is, hogyha egyesek azt mondják, hogy ne beszéljek róla, mert sokak számára nem népszerű, de hát én tudják jól, nem örökké azt szoktam keresni, mi az, ami népszerű, és mi az, ami nem, hanem beszélgetünk a konkrét dolgokról, beszélgetünk a konkrét kihívásokról. Közben most már látom a másik telefonomon, hogy megy a film, úgyhogy akkor rendben van. El szeretném mondani, hogy Németország tekintetében lehet utazni, a Hargita megye továbbra sem tartozik a piros régió közé, amit Németország úgy követ, tehát teszt és karantén nélkül lehet menni Németországban. A Magyarország tekintetében azt kell tudni, hogy szeptember 1-én Magyarország lezárja a határait, tehát néhány nap múlva, és ilyenkor jön elő, hogy ugye biza, a kettős állampolgárság mennyire fontos, és bízom benne, hogy azok, akik esetleg még nem igényelték, meg fogják tenni, mert magyar állampolgárok beutazhatnak. Ami változás van, az az, hogy a teszt az már csak az lesz érvényes, amit Magyarországon készül el, legalábbis a kollégáim nekem itt ezt írták, úgyhogy ne iratkozzanak fel már szeptember 1-e után itthoni tesztelésre, mert azt a pénzt akkor lehet, hogy fölöslegesen fizetik ki. És ilyen szempontból ez egy változás lesz
Körülbelül egy hónapig, azt mondják a kollégáim, körülbelül egy hónapig lesz várható ez az intézkedés, és lássuk utána, mi fog történni. Az iskolák tekintetében sokan kérdezték, ki biztosítja a maszkot. Tegnap itt volt az egészségügyi miniszter, a vendégünk volt, elmondta ő is, hogy azok számára kívánják csak biztosítani, akik rászorultak, tehát mindenki saját magának kell biztosítsa. Azt gondolom, ez a kormánynak egy negatív dolog. Tehát, hogyha elrendelek valamit kötelezővé, akkor az kell, másik helyről kell biztosítsa. Tehát ilyen szempontból ez egy igazságtalan és rossz döntés, de ezt kell tudni. És ott azokban az iskolákban, azokon a helyeken, ahol továbbra is azt mondom, hogy gond van a maszk tekintetében, szóljanak, mert az egyházakon keresztül már próbáltunk segíteni, és próbálunk ezután is segítségül lenni, hogyha szükség van erre. És a szülők tekintetében fizetett szabadnapokra mehetnek újra, ugye ez a fizetés 75%-a értékében, azokban az iskolákban tanuló gyerekek esetében, ahol otthonról, tehát online oktatás lesz, tehát nem lesz az iskolában foglalkozás, ott az egyik szülő kérheti a 75%-os támogatást, a munkaadótól kell kérni, mellé kell tenni egy nyilatkozatot, hogy ha az élettárs, a férj, feleség hasonlót nem kért, tehát ezzel lehet élni. Máskülönben ezzel a megyei tanácsnál is többen éltek, és bízom benne, ha valaki van ilyen helyzetben, akkor fog élni, és persze mi munkaadók, ezt jóvá kell hagyjuk, nincs lehetőség másként dönteni. Tanévkezdési támogatás igényelhető, tehát most jelent meg egy sürgősségi kormányrendelet, 500 lej, akik családtagonként a minimálbér fele alatti jövedelemmel rendelkeznek, hát tehát 1150 lej alatt, azok kérhetik ezt az 500 lejes támogatást, polgármesteri hivataloknak kell igényelni, és forduljanak oda. A szeptember 1-től, tegnap elmondta a miniszter, hogy nyílnak az éttermek, a mozik, a színházak. Azt kell tudni, hogy 50%-os kapacitással működhetnek a mozik és a színházak, illetve a vendéglőkben be kell tartani a távolságot, és egy kisebb, minimálisabb létszámmal lehet kávézóba, vendéglőbe fogadni az embereket. Az, aki a szállodába kerül elhelyezésre, tehát szállodába megy, az már automatikusan használhatja a szálloda éttermét, tehát nem room service-t kell igénybe vegyen. És növekedett a magánrendezvényeknek a száma, tehát hétfőtől is, most ugye itt ebben a teremben senki sincs, mert le van zárva, kint vannak a vendégek. Egy nagyon fontos vendégünk van Magyarországról is, de majd hát, ha majd tudok erről is majd önöket tájékoztatni. Itt Madarason, Csíkmadarason, a Malomkert fogadóban. Itt most csak erdő, én vagyok benne, és ott van a konyha. De itt már szeptember 1-től 50 embert lehet fogadni. Tehát 50 a fő, amit lehet fogadni beltérben. Persze elrendezve a távolságokra a székeket. Tehát nem lehet egy kicsi 5x5-ös helységbe 50 embert bezsúfolni, hanem megfelelő felületet kell biztosítani, illetve felmegy 100-ra, akik a kültéri események, tehát a lagzik, lakodalmak, bármit. Tehát igen, ne adják fel. Én azt javaslom mindenkinek, hogy akkor is tartsák ezt meg, hogyha kevesebb létszámmal, de az élet nem állhat meg. És a kültéren kulturális események tekintetében, ahol ülőhelyek vannak biztosítva, távolságtartás megvan, 500 marad. Na, hát bízunk benne, és az isteni gondviselésben, hogy a vírus tekintetében továbbra is a megyénkben jó hírek lesznek, jó fejlemények lesznek, kórházaink fel vannak készülve, és én tényleg meg szeretném köszönni a jó Istennek, meg minden olyan munkatársamnak, aki abban segített, hogy tényleg eltelt most már több mint 6 hónap, amióta ez a vírusos időszak tombol, vagy közel 6 hónap, amióta ez a vírusos időszak fix 6 hónap, pont azt számolom, hogy február második felétől augusztus végéig, most nagyjából pont 6 hónapja, hogy ez így van. Pont tegnap kérdeztem a minisztert is, hogy ő rengeteget utazott az országba olyan helyeken, ahol volt nagyon sok fertőzött eset. Én is a megyén belül hasonlóan tettem, tehát hogyha ebben a megyében valaki járt olyan helyeken, ahol úgymond közelségbe került fertőzött emberekkel, vagy megvolt a lehetőség, az én voltam az egyik. Hisz emlékeznek, a kezdettől fogva a törvény lehetővé tette, a megyei katasztrófa védelmi bizottság alelnökeként kellett is menjek,
és etéttől kezdve mindenhol ott voltam, és mai napig, hál' Istennek, sem én, sem a családtagjaim tekintetében nem váltunk pozitívvá. Persze ez még változhat, holnap után. Csak én valahogy én úgy érzem, hogy ez kicsit több, mint a maszk és a kézmosás, amit másképpen mindenkinek ajánlok. És így is térnék át a következő témára, hogy ma nagyon felemelő érzés volt dr. Kerekes László püspök, gyulafehérvári segédpüspöknek a felszentelésén részt venni. Gondolom, nagyon sokan voltunk ott, ha másképp nem, akkor ilyen online térben. És azért mondtam, hogy püspök, mert ő a Tarosz címzetes püspöke. Ezt már tudtam korábban is Tamás József püspök úrtól, hogy a segédpüspökök valójában a katolikus egyháznál püspökök, mert ki vannak nevezve valahova egy adott helyre püspöknek, és azon kívül kapják meg a segédpüspöki szolgálatot. Tehát nyugodtan a segéd, katolikus segédpüspököket lehet püspök úrnak címezni, nevezni, nem követnek el semmit. Tehát most nem az, mint a katonaságnál, hogy valaki hadnagy és kikiáltsák századosnak, vagy valaki, nem tudom, államtitkár és miniszternek nevezik, hanem ez egy valós dolog, hogy a segédpüspök az püspök. És nekem nagyon jó volt, nagyon tetszett ma a jelmondata a püspök úrnak, aki a szeretetet választotta, mint jelmondatként, és hiszem azt, hogy a katolikus egyház teszi a dolgát, nagyon teszi a dolgát, szükség van az együttműködésekre, és hiszem azt, hogy a plebánosaink ott vannak a helyzet magaslatán, és ebben az időben is, amikor elég sok probléma, gond került, és még lesz a gazdaság rossz irányba való haladata miatt, akkor számíthatunk rá. De nem csak a katolikusokra, hanem a reformátusokra, az unitárisokra és az evangélikusokra is. Úgyhogy elárulok egy titkot, hétfőn lesz megyei tanácsülés, folytatjuk az egyháztámogatási programunkat, és hisszük azt, hogy úgy, ahogy a katolikus miséken is mindig, szerintem nincs olyan mise, ahol a könyörgésekben nem mondanák el azt is, hogy a világi vezetők hozzanak jó döntéseket, legyenek szerények, álljanak oda a népnek a gondjai mellé, és ez úgy van, minden katolikus misében ez ott van. Hallgassák meg, én hiszem azt, hogy együtt kell az egyház és a közélet dolgozzon, függetlenül valaki katolikus, református, unitális vagy evangélikus, és ezért is büszke vagyok az egyházi programjainkra, és azokra az együttműködésekre, amelyek kialakultak. Na de a hitélethez tartozik az is, hogy a héten 20 évet jubilálhattunk, Bükkhavason a templomot 20 éve épült fel, és jól látni a gyímesi közösségeket, Szilveszter atya, hogy fogja össze, mennyire erősek az ottani emberek, még hogyha vannak árvizek, vannak gondok, ugye vannak drámák, tragédiák, pont aznap volt egy tragédia Gyímesben, amikor mi ott voltunk, de tesszük mindannyian a dolgunkat, és az árvíz tekintetében legalábbis, ami évente minimum egyszer sajnos azokat a patakokat megmossa, és komoly károkat okoz, a beruházásaink, fejlesztéseink bízom benne, hogy fognak javulni. És azt is el szeretném mondani, hogy a héten a gazdaság élénkítése szempontjából a megye számára nagyon fontos beruházást tudtunk elindítani, legalábbis a rendszer nyomás alá van helyezve, és az a Csíkszentmihályi rendszer. A megyei tanács 2000 óta, sőt még 2000 előttől foglalkozik a vezetékes gázrendszernek az ügyével, és itt bárki bármekkora mellénnyel érkezik meg, el szeretném mondani, és önök kell tudják, hogy azt az embert, akinek legtöbbet köszönhetünk, a Hargita megyei gázrendszerek, vezetékes földgázrendszerek képítését, úgy hívják, hogy Zsombori Vilmos. Ő volt az, aki még alelnökként 98-99-ben alá mert írni egy 2 millió dolláros szerződést, amikor azt mondta mindenki, hogy elment a józan esze, fel lesz kötve, fel lesz négyelve, stb. De elkészültek azok a rendszertervek, amelyek mentén ma már nagyon sok településen bevezetésre került a gáz 2000 óta, illetve újabb településeken kerülhet ez bevezetésre. Mi a megyei tanács részén nem teszünk semmit, mást, mint folytatjuk Zsombori Vilmosnak az örökségét, és bárki akarja ezt elvitatni, vagy elhúzni, vagy magának titulálni, téved. Ez közös munka, csapatmunka, és így kell folytassuk a
megyében a földgáz rendszernek a bevezetési. Van egy vendégünk. Azon kívül el szeretném mondani, hogy összekötjük Székelyföldet, és tényleg itt nézegettem a kommenteket, a negatív észrevételeket, hogy mi volt, mert ugye azokra is valamilyen szempontból azt mondtam, hogy én nem úgy fogok reagálni, ahogy teszik a többiek, hogy övön alul, hanem becsületesen, bátran. És itt ahogy nézem a megjegyzéseket, amit hallhattunk akár a versenytársaktól is, hogy nincs egyetlen fejlesztés sem, ami be lett volna fejezve. Könyörű. Hát szét kell nézni a megyébe. Vagy elég volt a szemfényvesztésből. Vagy ilyeneket is olvastam, hogy Gyergyó lemaradt Csíkés udvarhelyhez képest. Vagy nem foglalkozunk az oktatással. Vagy még ilyeneket láttam, hogy út és víz-szennyvíz hálózat fejlesztésével el vagyunk maradva. És még ilyeneket hallottam, hogy a... Hát ilyen felületes érveket hallottam, le is zárom ezt, hogy itt ne zavarjon sem engemet, rajtam keresztül önöket sem. Tehát tényleg pihe könnyű támadások. Tehát én többet várnék el a versenytársaink. Hát, ha tényleg azt gondolják, hogy helyettem valaki tudná jobban végezni ezt a munkát, és van víziója, van rálátás, többet várnék el, több konkrétumot, több konkrét elképzelést, mit, hogyan, merre. Mert az, hogy van több mint 100 valamilyen szempontból megkezdett, aminek már legalább egy harmada be is fejezett útberuházásunk, amivel Székelyföldet összekötjük, ezt nem lehet elvitatni. Soha nem volt a megyei tanácsnak ennyi projektje, soha nem volt a megyei tanácsnak egy évben ennyi befejezett építési projektje, és azt gondolom, hogy ilyen tekintetben nagyon-nagyon tévednek azok a kollégák, akik versenytársak, akik ilyen nagyon felületesen csak úgy érintve a víznek a tetejét, mondnak olyan dolgokat, ezt úgy szoktam nevezni, mint olyan ez, mint mikor valaki megeszik 10 micset, rá 3 sört, ugye csórékolbászt most mondom a magyarországi követőinknek, tehát hogy 10 csórékolbászt és rá néhány sört, és akkor jó nagyokat lehet böffenteni, tehát ez ahhoz hasonló. Én azt gondolom, hogy a közéletben minőségre van szükség, a közéletben szakmaiságra van szükség. A közéletben kell tudni, hogy mit akarunk csinálni, és az ahhoz vezető útat, ne általánosságokat, csuklóból vett közhelyeket mondjunk. És igen, az elmúlt hét egyik eseménye volt az Úszvölgyi megemlékezés 26-án. És ott elmondtam ott is, és mondom a mai napig is. Úszvölgyének az elárulásában egy magyar ember vett részt. Júdás pénzt kapott érte. Júdás pénzt. És bármennyi ügyészségi feljelentést tehet, bárhogy fenyegethet engemet, hogy erről ne beszéljek, ugye ezt mondta, hogy ne beszéljek erről, hogy ő kapott ezért pénzt. Igen, kapott érte pénzt. Kihagyta Úszvölgyét a Szentmártoni kataszteri dokumentációból, és így volt lehetősége Dormán falvának megteremteni a jogalapot, hogy ők bekebelezték. Persze, nem adjuk fel. Addig fogunk perelni, ameddig ez meg lesz, de azért mondom, a mélységébe kell lemenni egy dolognak. És igen, nem csak megye határokat kell rendezzünk, hanem megyén belül is a határokat, a település határokat. És nagyon fontosnak tartanám azt, hogy ilyen tekintetben álljunk ki a magyarság érdeke tekintetében, és a föld a legfontosabb dolog, amiről kell beszélni. És ha már földről beszélgetünk, akkor van egy nagyon kedves vendége, Jakab István alelnök úr, aki a Magosznak az elnöke, és itt a mi nagy-nagy támogató. Kérném Bece István kollégám, nem ennyi messze, hogy látszunk-e, rendben vagyunk-e, most élőben vagyunk, úgyhogy minden rendben van, lássuk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél, és én tényleg azt szeretném elmondani, hogy egyik legfontosabb dolog, pont ott voltam, hogy a határaink, a keleti határaink, tehát az Úszvölgye, Békásszoros, de nem csak az, hanem megyén be is a határainkat, mert addig a gazdáink nem tudnak pályázni, nem tudnak fejleszteni, nem tudják leírni az EU-s pénzeket, ameddig a
a birtok viszont nincs rendben, és sokszor, nálunk nem tudom, nálatok van ilyen Magyarországon, de a település határok nincsenek rendezve. Tehát mit tudom, hogyha Madaras és Dáfalva határom, de ez biztos így van. Tehát én hiszem azt, hogy itt rendben van. Tehát azért mondom Madarast és Dáfalvát, hogy nehogy megsértődjön valamelyik polgármester, de hogyha itt ez a két határ nincs rendezve, akkor a földet nem tudják rendesen visszamérni, és gondok vannak. Úgyhogy ilyen szempontból nekünk egyik legnagyobb kihívásunk a külső határainknak az ügye, de a belső határainknak is a rendezése, és én hiszem azt, hogy egy nagyon erős Hargita megyét kell építsünk, egy olyan erős Hargita megyét, amely a mostani magyarországi kormánynak tudja ugyanazt a támogatást szavazatokban is, ha kell 22-ben biztosítani, amire szükség van egy nemzetileg elkötelezett kormánynak, mint amilyenünk most van itt, tehát most van itt idézőjelben, áttételesen Magyarországon. Úgyhogy most ez úgy nem volt benne a forgatókönyvben, de akkor a elnök úr, megadnám neked is, hogyha valamit mondanál néhány szóra. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, örömmel jöttem, és örömmel veszek részt az adásban is, hisz azt gondolom, hogy a mi találkozásunk nem ma volt először, nagyon régóta ismerjük egymást, és azt gondolom, hogy az értékrendünk szinte teljes mértékben azonos. Nos, egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, nagy kihívások előtt állunk itt a járvány, a világjárvány kapcsán, azt gondolom, hogy mindannyian nagyon sok dolgot újra kell gondolnunk, végig kell gondolnunk, mit tettünk jól, ezek a nehézségek kihozzák a hibákat is. És ezeket helyre kell tenni. Úgy látom, hogy ha most a birtokpolitikáról van szó, ugye nekem ez természetesen közel áll hozzám. A megye határokkal nálunk nincs baj, természetesen egy más fajta problémákkal küzdünk, de nyilvánvaló ebben a kérdésben nincs és nem is lehet vita. Azonban az, hogy a birtokok rendezése, akkor, amikor világviszonylatban is egy hatalmas versenybe kell beszálljunk, akkor egy rendezetlen birtok az eleve már induláskor hátrányos helyzetbe hoz bennünket. Tehát rendezni a birtokokat, a támogatásokat az utolsó centig lehívni az Európai Uniós keretből, és felkészülni arra, mert nem tudjuk még, hogy az elkövetkező időszakban milyen feltételekhez kötik a támogatások elérését. Egy biztos, a terület határait, tehát a tulajdon és a használatot, használt tulajdonjogot és a használt jogot, az feltétlenül rendezni kell ugyanakkor az a meggyőződésem, ismerve az uniós elképzeléseket, hogy ettől többre van szükség. Többre van szükség, tehát nagyon pontos, precíz nyilvántartás kell minden egyes gazdának, és így tudják őket igazán a falugazdászok segíteni. Mert ne legyenek illúzióink, a régi Európai Uniós tagállamok gazdái felkészültek, nekünk pedig fel kell, hogy nőjünk a feladathoz, ezért van a falugazdászhálózat, ezért járult hozzá a magyar kormány ahhoz, hogy határon túl is legyenek falugazdászok, és ha már itt tartunk, mi pedig azon dolgozunk, és azért is vagyok itt többek között, és ma egész nap gazdákkal, gazdavezetőkkel találkoztam, hogy az a tudás, az a kapcsolatrendszer, ami nekünk a brüsszeli irodánkon, ugye a Nemzet Agrárgazdasági Kamarának saját irodája van Brüsszelben, két cipuson keresztül a Kopacabana-ban az Európai Unió tagállami érdekképviselőnek az érdekképviselő szövetsége Brüsszelben, amelyik a bizottságnak az előszobája. Uh-huh. Tehát itt két cikluson, 8 éven keresztül adtunk alelnököt. Tehát jó a kapcsolatunk. És nyilván igyekszünk minden információt megszerezni, azt hasznosítani és ezt megosztani a falugazdász hálózaton keresztül az erdélyi barátainkkal is, illetve valamennyi határon túl működő falugazdászon keresztül a határon túli magyar gazdákkal. Nos, van még egy oka, miért itt vagyok. Holnap lesz a búzaösszöntés ünnepe, és azt gondolom, hogy ez a program, amelyik a Magyarok Kenyere program keretében talán szinte minden ember szívéhez közel áll, amelyikben már nem az anyaország ügyként tartjuk ezt számon, hanem Kárpát-medencei gazdák teljes összefogása, amelyikbe bekapcsolódtak a diaszporában élő magyarság képviselő is. Tehát adományozunk, adakozunk azért, hogy a szükséget szenvedők számára tudjunk
támogatást adni, tudjunk, ha kell, akkor valóban az élelmiszer elemezésükhöz liszt formájában is hozzájárulni, de van ennek egy másik oldala, azt, amit a magyar kormány a határon túlra forrást, fejlesztési forrást, vagy támogatást biztosít, ahhoz adjuk az előbb említett kapcsolatrendszert, a nálunk felhalmozódott tudást és képességet. Ugyanakkor az elkövetkező időszakban a 21. századi tudás, a digitális agrárstratégia, amely Magyarországon kész van, a precíziós gazdálkodás összes elemét már tudjuk biztosítani. Többek között erről is tárgyaltunk ma szakértőkkel, hogy hogyan lehet igazán úgy egészséges élelmiszert előállítani, hogy kevesebb műtrágyát, kevesebb növényvédőszert használok, de akkor, amikor arra feltétlen és ott szükség van. Nos, ez egy olyan fajta tudás, ami úgy gondolom, hogy meg kell egymással osszunk, meg is osztottuk és meg is osztjuk. Ránk számíthatnak a határon túli igazgatásaink, és még egy dolog talán, hogy ezek komoly baráti, emberi, személyes kapcsolatokat jelentenek emberek között, szakemberek között és családok között is, és ugyanakkor ezen kapcsolatok révén akár az üzleti kapcsolatok is sokkal erősebbé, őszintébbé és kiszámíthatóbbá is válnak. Köszönöm szépen! És tényleg mi ezen, amit gondolkozom, nem tudom, hogy mennyire tudjuk megcsinálni, de például a települések közti határok tekintetében, a birtokviszony ügyében azt látjuk, hogy létrekéne azok úgymond a belső székelyföldi térségi úgymond bíróságainkat, mert nekünk az a probléma, hogyha egy témában elhúzódik 5-10 évre két település között a közigazgatási határvita, akkor ennek a gazdák a szenvedő alanyai. Egy másik téma, amit itt láthatod, van nekem írva, az a szakképzés. Tehát mi nagyra becsüljük azt a munkát, tehát ugye mi több mint 10 éve nagyon szorosan dolgozunk együtt, és én meg szeretném azt köszönni a Magosznak, hogy adtak egy olyan mintát, tehát olyan szakmai mintát, ahol a társulásainkat tudtuk megerősíteni, illetve be tudtuk vinni a szakmaiságot. Azóta foglalkozunk mi szakképzéssel, és itt láthatod, nálunk nincsenek még könyvek se, semmi. Tehát most ezt is a megyei tanács kell felvállalja, pedig nálunk a megyei tanácsnak aztán végképp semmi köze a szakképzéshez. A törvény nem engedi, jobban nem az, hogy nem engedi, hanem nem teszi hatáskörként. De mi nagyon szeretnénk ezzel foglalkozni, és nagyon fontosak azok a szakmai információk, illetve amiket tőletek kaphattunk, és rendszeresen ott vagyunk a rendezvényeiteken. Nem én, hanem a gazdák, a gazdaszervezetek. És tényleg kiemelném, ahogy mondtad te is, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát. Tehát én hiszem azt, tehát én nem is tudtam egy agrárkamara annyi mindennel és annyi olyan átfogó szinten tudja segíteni a gazdák életét, mint ahogy ez történik Magyarországon. Tehát mi azért szeretnénk, hogyha már az itteni agrárkamarák nem jönnek létre, és nem lesz semmi várhatóan, hát valamilyen megoldás lesz. Mindenképpen, bocsánat, hogy bekapcsolódok ehhez nyugodtan a gondolatsorhoz. Szabadon mehet mindennek. Azt kell mondjam, hogy ma is megvan a lehetőség arra, hogy a gazdák önkéntesen a Magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai legyenek, és nyilván ez azt jelenti, hogy teljes utakként, tehát információval, háttérrel az egész rendszerbe bekapcsolódhatnak. De visszatérve, hogy a kamara hogyan tud segíteni képzés, szakképzés területén, azt kell mondjam, hogy nem csak a képzés, szakképzés, hanem a tanácsadásban is. Ma Magyarországon most az agrárfelsőoktatás teljes átalakítása zajlik. Az a célunk, hogy használható tudással kerüljenek ki a fiatal mérnökök az egyetemről. Ez az első. De hogyan kerülhet egy mérnök hallgató be az egyetemre úgy, ha nem kapja meg középiskolai szinten már azt az alapot, amivel el tudott jól indulni? Nos, éppen ezért eleve az agrár szak középiskolák, tehát az agrár középiskolák, az Agrárminisztérium irányítása alatt működnek, és az Agrárminisztérium támogatásával. Ezért több olyan programot indítunk el, amelyik az élethez igazodóan, az élet által is igényelt
képzési formákat biztosítja, és csak egy fél gondolat erejéig, mivel jó magam vagyok a Nemzet Agrártanácsadási Bizottság elnöke, így a teljes agrár élelmiszergazdaság területén működő tanácsadók tevékenységét, tanácsadók felkészítését, képzését, a számukra történő új információk, szakmai információk megadásával is foglalkozunk, de a vizsgáztatásukkal is. Mert nálunk úgy tanácsadó nem lehet, hogy közben nem vizsgázik le az adott aktuális szakmai anyagból. Köszönöm szépen, és nem beszéltük ugye össze, mert nem, én nem itt kellett volna ezt az adást felvegyem, le kellett volna menjen, amit felvettem otthon már, de ezt a szót légy szíves, olvasd el. Lovas terápia, negyedik lovas ágazati tevékenység. Igen, igen, mert tavaly Székely vágta, amikor volt, tehát a Székely vágtát követ az ország, a nemzeti vágta, akkor elnök úr, alelnök úr volt, aki egész napra vendégül látott, és akkor beszéltük meg, hogy itt van kamera mögött, ott van, segít nekem Bece István kollégám, aki kászoni, hogy Kászonban a Székely ló megmentése zajlik, itt Bőjte atya és Bedő Imre sokak közreműködésével, és meg szeretném most így élőben köszönni, vagy Bodó Imre, és meg szeretném köszönni, mert leszálltunk a repülőről ketten Istvánnal, egyből akkor ott van egy selkút nem messze a Ferihegyi repülőtérről, és ott találkoztunk, és két perc alatt megbeszéltük, és a kászoni Székely ló projekt megmentésre került, hogy köszönöm. Másképp azt szeretném elmondani, hogy tennap itt volt nálunk a román egészségügyi miniszter, és pont a tennap előtt beszéltünk arról, hogy lovasterápia mennyire fontos. És a gyerekek számára gyógyszer nélkül, sebészeti beavatkozás nélkül milyen komoly fejlődés lehet elérni, és nekünk lassan a lovas életben, és nekünk magyar embereknek a fene meg egyet által, a lovas élet az ott van a vérünkben. És nem szeretném köszönni, hogy segítettetek. És a székely embernek a székelyről nagyon fontos, és el kell mondjam, hogy már a következő évre is készülünk úgy, hogy a székelyről biztonságban legyen, sőt, az a genetikai program, amelyik a székely ló helyzetét véglegesen rendezi, az is napirenden van. Köszönöm szépen. Tehát máskor itt volt a miniszter, és elmondta, hogy nem csak ez a lovasterápia, hanem a Csíkszentmárton, és ott van a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak a korábbi tevékenysége, tehát ott is van magyarországi pénz, hisz az egy civil szervezet Magyarországon, de nagyon erős, és valamikor ennek a Csíkszentmártoni központnak a feljavítására 1 millió dollár, valami ilyesmi volt. Régi időben az nagy pénz volt. Most is nagy, de akkor még nagyobb volt. Fordítottak, és meg volt lepődve, tehát Romániában korai gyerekfejlesztés nincs. Tehát az derült ki, hogy igazából Félixfürdőn és tengerparton valahol van valami, de korai gyerekfejlesztés 1-3, 1-5 éves korig igazából nincsen, és mennyire fontos az, hogy vannak ilyen jó projektjeink, amelyek vannak, úgyhogy ezt értékelte a miniszter is, amellett, hogy szeretnénk elérni, hogy a kórházunk legyen klinikai kórház, tehát egy magasabb rangú kórház, és szeretnénk azt is tényleg elérni, hogy az embereknek itt a biztonsága sokkal jobb legyen, és ne kelljen elmenni távoli egyetemi kórházakra, különböző kezelésekre, úgyhogy, és majd rövidesen lesznek jó hírek is, csak nem akarom lelőni, de úgy tudom, a magyar kormány részéről is a Csíkszerdei kórház tekintetében vannak elképzelések, és ezt köszönjük így a alelnök úron keresztül is, illetve ezt szeretném mondani, hogy jövő héten lesz minimum egy tanácsülésünk, ahogy mondtam, az egyháztámogatás napirenden van, de azon kívül még jó néhány olyan témakör, ami érinthet többeket, és örvendek, gratulálok a csíkszeredai RNDSS kollégáknak, hogy befejezték a tisztújítást, és most már kijelölték a 12 embert a területi szervezetben is, akik ott lesznek, egy dinamikus, egy erős szervezet, amelyik, ahogy szoktuk nevezni, a szeredai tavaszt viszi tovább, tehát az alázat, a becsületesség, a szolgálatkészség, az együttműködés, a partnerség, a bevonás tekintetében láthattuk a csíkszeredai embereknek a nagyfokú hangsúly kifejezését, és bízom benne, hogy Csíkban metropolis övezettől kezdve ipari park létrehozására most már a várossal lesz lehetőség, inkubátorházat tudunk működtetni, és a peremvidéken élő gazdákat is tudjuk segíteni, mert azért
nem tudom, hogy van Magyarországon, de nálunk így a Csíkszeredában például a környékén az elég sok gazdálkodó ember van. Ott általában egy ilyen megyeszékhely, peremvidékén élő gazdákról mi a, hát milyen igények vannak, vagy mi a helyzet? A rődellátási rend nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy egy adott térségben előállított élelmiszer közvetlen a fogyasztókhoz kerüljön. Az élelmiszer bizalmi termék. Nem mindegy, hogy az a termék egészséges, gyermekeink számára egészséges élelmiszert tudunk biztosítani. Én úgy gondolom, hogy mint ahogy itt, nálunk is, ez egyre inkább előtérbe kerül, és tulajdonképpen most dolgozunk azon a projekten is, ma épp a gazdaszervezetek vezetőivel is tárgyaltunk róla, hogy a mi projektünk, ha most végre jól vizsgázik, akkor szinte egy az egybe tudjuk átadni, hogy az egyes térségekben a földrajzi árujelzővel ellátott termékek, a minőségi termékek, az eredetvédett termékek valóban a méltó helyükre kerüljenek. Ehhez egyébként lehet majd reményeink szerint többletuniós forrást is az előállításhoz, meg a feldolgozáshoz is keríteni majd, vagy igénybe venni majd. Nyilván ezen most dolgozunk. De egy biztos, az embereknek azt kell érzékelniük, és nálunk ez egyre inkább gyakorlattá válik, hogy ahogy megtermünk frissen, ott, helyben, néhány kilométeren belül az asztalunkra kerüljön. Tehát van sok jó szakmailag megalapozott elképzelés. Az a jó, hogy vannak jó minták, és vannak jó emberek, akik ezt átadják, sőt, mi több még támogatást, együttműködést is nyújtanak e tekintetben. Úgyhogy én nagyon köszönöm, elnök úr, hogy itt vagy köztünk, hogy gyakran visszajársz. Hiányoztál ebben a vírusos időszakban nagyon, és a csapatod is, de hiszem azt, hogy úgy a kamara, mint a Gödöllői Egyetem, amelyik most már úgy értettem, meg lett erősítve, ki lett teljesítve, annak a nagyfokú és minőségi szakmai képzése, illetve azok az együttműködések, amelyek kialakultak szakmai szervezetek között, azok nekünk sokat fognak segíteni, és én hiszem azt, hogy az autópályák is rövidesen csak el fognak készülni, és akkor az az álmunk, hogy oda-vissza a kamionok tele közlekedjenek, az nagyban meg tudja erősíteni legalábbis a mi mezőgazdaságunkat, számotokra pedig lehetünk egy továbbra is egy erős partner. Én azt gondolom, hogy a valamennyi magyar ember számára az, amit a magyar egyetemeken oktatnak, az a tudományos eredmény, amit a magyar kutatók előállítanak, az elérhető kell, hogy legyen bármelyik szakmai területen. És ha egy régióban a magyarság sikeres, az hatással van az adott ország egész gazdaságára is. Ez a meggyőződésem. Köszönöm szépen. Végezetül még annyit szeretnék elmondani, hogy a héten volt SKT is, az RMDSZ-nek ez a döntéshozó testülete, elfogadásra került a szabályzat a képviselő szenátorok kijelölésére. Én azt tudom mondani, amit eddig is mondtam, hogy olyan emberekre van szüksége a Románia parlamentjében, akik tényleg alázattal, szolgálattal, együttműködéssel, és elhiszik, hogy ők mindent is nem tudnak, hanem támaszkodnak a szervezetekre, támaszkodnak a kutatókra, támaszkodnak különböző szakmák, különböző réteg, különböző érdekképviseleti megnyilvánulásokra, mert hiszem azt, hogy mi politikusok mindent egy magunkban, egy személyben nem tudhatunk. Úgyhogy ilyen szempontból bárki is bármit mond, szerintem az nem elég, hogy valaki az RMDSZ-nek a jelöltje, amellett kell ennek az embernek egy minősége is. És a kettő együtt hozza meg az eredményt. És hiszem azt, hogy ilyen embereket tudunk az elkövetkező hetekben, mert az elkövetkező 2-3 hétben le fog zajlani a jelölési folyamat, és arra kérem, ezt kövessék figyelemmel, támogassák azokat, akik úgy látják, hogy ott a helyük, tudnak harcolni értünk, tudnak úgy harcolni, hogy önökkel is szóba állnak, tudnak úgy harcolni, hogy eredményt érnek el, és tudnak csapatban gondolkodni. Legfontosabb a csapat, és ezekkel kívánom a mindenkinek egy további jó éjszakát, egy szép hétvégét, elnézést a késésért, de valahogy tényleg én Matolcsi úrtól tanultam azt meg, hogy a hátrányból kell előnyt, és olyan, nem tudom, láttad-e elnök úr, mikor megjöttem, olyan kicsit olyan feldúlt voltam, és elnézést, hogy köszöntem, de úgy el voltam ezzel a dologgal, hogy elromlott a felvételünk, és csodák csodája, most itt vagy mellettem, és ennél jobban nem történhetett volna.
Nekem az a meggyőződésem, hogy mi mindig a teljes tudásunkat szívvel, lélekkel adjuk. Önmagunkat adjuk, és ettől őszintén, egyenesebb, nyíltabb párbeszéd nem lehet politikus és az emberek között. Köszönöm szépen. Kérem a kollégánt, fordítsuk arra a kamerát, hogy ezt vetessük fel, mert... Marko, ide teszem, jó? Most a választási kampányban muszáj kiírni az RMDSZ-nek hányos a száma, mert ha nem, akkor ezeket a filmjeinket úgymond megtámadják a bíróságon. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt. Az a kérésem, hogy osszák meg ezt a filmet a viszontlátásra, és találkozzunk holnap 15 órakor Csernátonban, Alsó Csernátonban a búza összeöntésen. Köszönöm Bece István kollégámnak, aki itt van és segített, és még egyszer elnök úrnak, hogy bejöttél. Köszönöm szépen.